Megteltek a padsorok, különleges helyszínen a Káptalan dombon vitték színpadra elsőként az Apor Vilmos püspök életéről szóló drámát. Az első sorban a város vezetése is helyet foglalt. Sikert várok az előadástól, illetve egy olyan katarzist várok az előadástól, ami Apor Vilmos élete is. Ugye Apor Vilmos egy ikon Győr városában, egy olyan jelkép, aki az életét adta azért, hogy a közösségnek egyes tagjait megmentse, és egyébként is az egész élet útja olyan, hogy a Győr város közösségéért, a egyház közösség tagjaiért mindent megtett. Úgyhogy egy példakép Győr városában, és úgy gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy Győr városában egy példaképről, aki ráadásul a szentek közé tartozik már-már, egy ilyen jellegű mű megszületik. Köszönet Bakos Kis Gábornak ezért. Amikor Bakos Kis Gábor színházigazgató jelölt volt, akkor megfogalmazott a fele kapcsolatban bizonyos körökben bizonyos kételyek. Hát most látszik az, hogy ő igenis nem csak az, hogy rátermett ember erre a igazgatói pozícióra, hanem át tudta venni, és bele tudta élni, és azonosulított a győriek lelkületével. A színdarab előtt a megyés püspök köszöntötte a nézőket. A vértanúk, a szentek nem születnek, hanem lesznek. Így van ez Apor Vilmos püspök úrnal is, aki egy olyan családba született, miután édesapját korán elveszítette, ahol az édesanyja vette át a családfői és a gyermeknevelői feladatokat. Amit róla tudunk, különösen a gyermekkoráról, az ebben az egy mondatban foglalható össze. Édesanyja ezt tanácsolta mindig neki, ha az ember válaszút elé kerül, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan az a helyes út. A dráma főszereplőjét, azaz Apor Vilmost, a Győri Nemzeti Színház igazgatója formálta meg, aki 14 éves koráig református lelkész szeretett volna lenni. A színész még a szerdai főpróbán beszélt arról, hogy fontosak számára a szakrális jellegű szerepek. Egy olyan ember életéről beszélünk, egy olyan emberről, aki az egész életét arra tette fel, hogy szolgáljon. És ilyen értelemben véve, amikor én ide kerültem a Győri Nemzeti Színházban, én azt mondtam, hogy én ezt egy szolgálatként fogom fel, és szeretnék szolgálni, mint a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Maga Apor Vilmos figurája és szerepe egy olyan személyiség, amelyhez az ember keresi a fogódzókat, hogy hogyan tudunk fölnőni ahhoz az eszmeiséghez, ami ő volt, aki ő volt. A darab a Győri Nemzeti Színház színészeinek, a Kaposvári Egyetem növendékeinek és a Gyulai Várszínház társulatának közreműködésével készült. A rendező szerint az is nagyon különleges, hogy elsőként mindezt a Püspökvár szomszédságában láthatták a nézők. A kültér az mindig más, hiszen az évad és az egész szocializációs színészi világ az egy beltéri, zárt, intim környezetet ad. A szabadtér az mindig más energiákat mozgat meg. Ez viszont egy nem akármilyen hely, hanem ez a Püspökvár szomszédságában vagyunk. Innen 100 méterre lőtték le Apor Vilmost. Szóval ez hátborzongató, most is egy kicsit lúdbőrz, mert ez őrületes dolog, hogy itt játszhatunk ebben a valóban egy szakrális térben. A Mindenkinek mindene Apor Vilmos című drámát Gyulán is játszani fogják, majd a következő évadban a Győri Nemzeti Színház műsorán is szerepelni fog.